I love Oscar. Sziasztok, gyerekek! Oszi bácsi megérkezett. Látom, Oszi, változtattad amit? Várjál. A Facebooki, a YouTube és a Twitter hivatkozásokat. Igen. Igen, mert fel lett hívva a figyelmem arra, hogy lehetne dizájnosabb, vagyis hát erre nem hívta fel senki a figyelmet, de a színekre, a színkezelésre igen, úgyhogy gondoltam, akkor már ne csak a színkezelés változtassam meg, hanem rendesen még dizájnosabb legyen. Látjátok ezt itt? Ez itt egy akasztófa. Ezzel szoktam vakarni a hátamat. Igen, mert ugye meleg van, izzadok, meg szőrös a hátam, és akkor... Ah, de jó. Jaj! Hát meleg van, igen, buzi van. Na igen, egy picit átalakítottam megint így a design dolgokat. Remélem, hogy fog fejlődni a dolog. Igen, tehát tegnap valahogy úgy lett felajánlva nekem a Twitch által az, hogy most már akkor ilyen, hát nem partner, csak ilyen érdekelté válhattam, és hát ez ugye azzal jár, hogy feliratkozókat tudok gyűjteni a csatornára, akik havi szinten egy bizonyos összeget ugye befizetnek, és ezzel támogatják ugye a kedvenc streamelőjüket, ami adott esetben ugye bár én vagyok. Ilyen egyszerű. Egyébként olyan hivatalos izét kellett kitölteni, ilyen formanyomtatványt, hogy először meg is ijedtem, hogy hát lehet, hogy én inkább ezt nem akarom. De aztán végül is minden információval rendelkeztem, meg minden szükséges cuccal, és megépeltem szépen mindent, úgyhogy gond nélkül azt mondja a rendszer, hogy megcsináltad, you did it! Így kiírtam, megcsináltad. Ugye kétszer is ki kellett tölteni, mert két eltérő izé. Hát ugye ott nyilatkozni kellett az, hogy én a Egyesült Államokban tartózkodtam-e valaha, ott élek-e, van-e ott munkaviszonyom, volt-e, van-e zöld kártyám, szóval ilyen nagyon részletesen kifaggattak. Hát aztán végül szépen értelmeztem mindent, úgyhogy hát remélem, hogy nem néztem be valami kardinálisat, aztán majd jönnek a verő emberek, hogy Oszkár, hát ügyelmi. Mit írtok? Ja igen, Killer Reptile, igen, pont én mondtam a színváltoztatást, de csak egy meglátás volt. De jó meglátás volt egyébként, mert így most sokkal faszántosabb az egész. Na, remélem mindenki jól van, mindenki jól érzi magát, akkor a dumot indítom el fel. Jesus Christ, elkezdte sugározni az adásodat egy nézővel, Zsolcus. Köszönöm szépen, Zsolcus. Egyébként ezeket a ilyen hangeffekteket majd meg fogom változtatni, valószínűleg én saját magam fogom alászinkronizálni, hogy mit tudom én majd. Feliratkoztak rá, te köcsög, köszönj meg. Szóval ilyeneket gondoltam, ilyen vicces hangeffekteket. Mert ugye, hogyha mit tudom, mi például tegnap ugye volt ez a Agony, és ezt sötétben játszottam arckamera nélkül, a kommenteket se láttam, meg a képernyőt is kikapcsoltam, a kontrollmonitort. Tehát ilyen esetben egy hangeffekt, az nem biztos, hogy tudatja az elmémmel, hogy most mi is történt, mert legalább 6 vagy 7 féle dolog történhet ilyen esetben. Ja, köszönöm szépen, Zsolcus.
Jenei Robika osztogatja a kórokat, úgyhogy figyeljetek nagyon. Egyébként köszönöm neki ezúton ismételten, hogy az én csatornámon teszi mindezt. Bár nem tudom, hogy hány millió kóddal rendelkezel. Iszok rá. Komolyan mondom, ez a Jana víz, ez a legtisztább. Nem akarok összehasonlításokat végezni. A Naturaqua is jó. Az se rossz. Hát ez a Jana, ez majdnem 100 forinttal drágább, de ez olyan tiszta, és így lehűtve nyáron. Fú. Felír egy orgazmussal. Na akkor a kampányt azt csapassuk. Continue game. Csak 29 még. Ó, már csak 29 van. Én Donate-nél beraknám a Doom 3D-ből, amikor Duke Nukem lóvét ad a lányoknak. Shake it, baby. Shake it, baby. Kétszer nem lehet feliratkozni, sajnos. Holy shit! Jaj, várjál, nem szaggat. Jó, nem szaggat. Jó, egyből egy ilyen izé szörny. De még beszélgetni akartam a nézőkkel. Bimbo! Rájú Sanava. Sanava bitch. Azaz. Out of ammo. Yeah. Gyákak. Egyébként azóta utána még játszottam a Egonival. Tovább is vittem. Kezd alakulni az a játék. Szóval érdemes benne egy kicsit így komolyabban foglalatoskodni. Szőce Boton néző mondta, hogy amikor vannak ezek a ilyen szívkitépési részek ebben a játékban, és akkor egy csomó démon ugye jön, akkor érdemes belenézni, vagy így felfelé nézni rá, mert a poklot láthatjuk benne. Úgyhogy azt majd akkor meg is sasoljuk. Itt valami referencia nincs. Ó, ott egy koponya. Koponyányi monyók. Jaj, de jót edzettem, magyák. Holy shit. Párduc konzerv feliratkozott. Jaj, de jó, köszönöm szépen. Azt mondja, hogy 100 gyémántot kaptam, toljad neki. Ez pedig, igen, tehát ilyen biteket kaptam 100-at. A Gocsi küldte, úgy látom. Ja igen, Gocsi küldte. Köszönöm szépen. Ezt még magyarázza már el nekem valaki, hogy ezek pontosan mik ezek a bitek. Én valami olyasmit tudok erről, hogy darabját egy centre lehet átváltani, de azt csak bizonyos dolgokra lehet elhasználni, vagy valami ilyesmi. Nem vagyok én még olyan jártas a Twitch témában. Okosabbak vagytok, mint én. Ezt nem lehet betörni. Mindenhol golyóálló ablakok vannak. Oh, hello. You gonna die, bitch. Bitches. Give it to me. Adjad ide fele. Igen, a biteket át tudod váltani dollárra. Wow. Valami fos. Fos, amiből money lesz. Jaj, és sok kis fos. Bitcoint küldjetek neki. The Space írja, hogy 100 bit az 1,78 dollár. 100 bit egyenlő 1 dollár, azt hiszem. Hát gyerekek, gyakorlatilag itt egy stream alatt többet keresek ezzel az egésszel, mint YouTube-ban egy hónap alatt. Egyébként most semmit nem keresek a YouTube-ban, mert most ugye lejárta a partnerség, meg is szűnt. Végre valahára, de azt is háromszor kellett rájuk néznem, hogy ténylegesen megszűnjön az egész. Aztán a AdSense az meg olyan, hogy még nagyon az elején egyszer bekapcsoltam, de aztán utána jött a partnerség lehetőség, ki is kapcsoltam minden. Gyakorlatilag az szerintem befagyott, mert most próbáltam átérni AdSense-re, de úgy semmi nem történik. Tehát már mit tudom, két vagy több mint két hete elméletileg AdSense-es vagyok, és $0, de még egy fél centet se kerestem, tehát azért az lehetetlen. Annyira azért nem szara a megtekintés szám. Úgyhogy most megszüntettem a izét, és hát újra kérvényeztem, hogy hát nézzék át a csatornát, és hát hogyha így, akkor majd a YouTube-on is lesz valami. De ez a Twitch eddig nagyon-nagyon faszányos. Aranyfosó fos. El vagy árasz a pénzzel már is Oszkára. Így van. Most már Gori Benninek is látszik a 11,55 dolcsia. Na mit fejleszünk? Várjál, tehát akkor health. Ja, arányosan fejlesztettem. Miért viszket a hátam? Várjál, már megvakarom rendesen, mert
Olyan dögmeleg van, most egyébként át fogom rendezni a szobámat, elárulom. Majd lehet, hogy erről lesz is videó, hogyha majd kész leszek vele. Hát tulajdonképpen logikusnak tűnt ez az elrendezés, de rájöttem, hogy a lehető legszarabb. És gyakorlatilag a fények, meg minden a zöld háttér is ugyanúgy használható lesz, viszont helyi kihasználás szempontjából fényévekkel jobb lesz a szoba. Most végre a ventilátornak is találtam egy olyan helyet, hogy nincs útban, és kétszeres a teljesítményem, mert ugye hátulról próbáltam magam így ventilátorozni, de hát a hatalmas széknek a háttámlája az blokkolja a levegőnek az áramlását. Spesz azt mondja, hogy az csak akkor működik, ha megvan valami megtekintési idő, 4000 óra per év, azt hiszem. Hát az bőven megvan. Úgyhogy, ja. Na oké, akkor hát szerintem életerőügyileg fejlődjünk, azért az lényeges. Oké. És akkor le kell fejelnem ezt itt. Tehát akkor kinyitottunk most ilyen átjáró cuccokat. Hopp, ez csak ide, mi van itt? Gránátovics. Ah, nem is Gránátovics. Ezt neked. Haha, eldurrant a fejed. Jaj, tiéd az nem. Haha. Hoppá. Jaj, de jó, érkeznek a feliratkozók, meg a követők, meg minden szűz már, élvezem. Hú, az a sötét kacaj. Ó, anyád! Na azért. Durranjál. Ez beteg kacaj. Na várj, erre nem tudok átmenni, mi? Ilyen sok életerőt levett. Na mindegy, majd ide elfelejt, csak el visszajönni. Ezek eltűnnek idő után. Nem tudom, ezt minek rakták be ezt a karaktert. Szerintem ezt senki nem figyeli, hogy mit pofázik. Plutty! Hajjaaaat! Ez az. Holy shit! Hajjaaaat! Ez az. Boom! Ah, shit. Bum, bim, bau. Bim, bau. A fejlővés volt. Hunter Oka bekövetett. Köszönöm szépen. We cannot conduct our work without them. And what kind of work is it that you're doing, Olivia? I haven't seen a report from your team in months now, have I? Can I trust that you can maintain your distance and control of the situation? Of course. I believe in our work, but in order to make progress, we will have to make even greater sacrifices. This isn't progress, it's madness. The board understands madness. The peculiar nature this of the work and knows the dark on what those sacrifices mean to mankind. But your judgment is no longer considered sound. Oké, szóval akkor végül is mind a ketten, tehát kollégák csak eltérően látják a situation-t. A nőstény többet akart. Jól megaszondom, mi? Na jó, oké, menjünk. Nyomjuk meg ezt a gombócot. Open sealed area. És mindjárt jön a hentelés, szerintem. Hello! Jújj! Bumcs! Ez az. Na, visszamegyek életerőügyileg, mert szerintem le fog záródni. És hogyha lezáródik, akkor kelepcébe kerülök. Ide, mancsomat berúgom. Ez az. Maki egészséges vagyok ismét. Area lockdown in effect. Area security not verified. Igen, lehet. Azt mondja, hogy Peter 84, te vagy az, aki Oscar támogatói küldtek. A-a. Azaz egy tégla vagy? Azt mondja, hogy...
Gocsi, megint küldtél 100 izét, gyémántot? Én csak gyémántnak nevezem, ilyen bitet. Mert most megint azt írja, vagy ez olyan, hogy nem tűnik el a chatből. Úgy látom, beszélgettek egymással, az jó. Akkor én megyek addig hentelni egy picit. Úgy megyek, mint hogyha valami... Láttad ezt? Hát a pusztulsz megfele. Hát hogy a bim bomba vágta? Jaj. Látod a fényefektet? Volt itt egy ilyen hiba. Hanem lehet nem hiba volt. Mindegy. Hirtelen minden fehér volt egy másodperc erejéig. Egy villanás erejéig. Na jó, oké, tehát akkor izé van. Körül kell nézés ügyileg. Jó, kicsit feltáplálom magamat, mielőtt belevetem a gyilkolásba az egész univerzumomat. Aha, igen, abban lehet látni a paklot. Defibrillátor, igen, ezt már néztük. Jó, most le van minden zárva, mert itt kóborolnak ezek a rothadékok. Az ott marad egy hónapig, vagy még valaki rá nem licitál. Aha! Maradt még bit, de be kell osztani. Oké, okay. Ez egy 8 bites gyémánt. Tehát most akkor tulajdonképpen... Igen, mert a csettel valamit fogok csinálni szerintem, mert túl kicsi, túl kevés az, amit látok belőle. Tehát, hogy ha valaki túl gyorsan írkáltok, akkor egy pillanat alatt eltűnik az egész. Rumcs, zucs. Hú, ezt a animációt még talán nem is láttuk eddig. De gyönyörűséges út. Jó, kicsit még körülszaglászok. Na igen, ezt majd, hogyha felveszük, akkor max életerőre ugrik a cucc. Ez az. Az jó ez, hogy páncélt is dobnak. Ez egy nagyon előnyös dolog volt. Hogy ezt kifejlesztettem, na várj, csak akkor gondoljuk át. Hát figyelj, egy életem, egy halom, csak először megvakarom a hátamat, és megnézem, hogy miket írkáltok. Miről olvasod a chatet, Oscar? Hát control monitorról. Igen. Itt van csak egy pici monitor, tehát ez 4:3-as monitor. Talán 1024x768-as, ha jól tudom. És hát ugye a OBS is ott van, meg a izé is, tehát... Na mindegy. Te jó ég. Ú, ezek ketten vannak? Hol van az a upgrade? Jújjúj. Te is. Hú-hú-hú!
azért még így is elég kemények vagyunk. Elsőre? Elsőre! Egyébként másnak is csak 720p-ben elérhető a live. Hát igen, mivel hogy abban sugárzom. Vérontás az van fasz a zenével. Jaj, moderálni való lett az üzenetem. Akkor csak annyi, hogy én most el, és csak így tovább. Pápá. Oké, köszönöm, bocsi, hogy benéztél. Minden jót néked. Aztán várlak vissza szeretettel majd. Úgy bizony. Ha ezt a benzint magamévá teszem. Bizony. Úgy látszik, hogyha nagyon alacsony az életerő, akkor ha hogyha a láncfűrésszel gyilkolok meg egy nagy szörnyet, akkor életerőt is dob. Ez azért jó dolog. Hát töltök egy kis izét, vizet. Hát ez van. Cheers! Most várjál, csak tehát elméletileg ugye le volt zárva minden, és most már feloldódott. Ó, megint nem néztem bele a pokolba. A pokolba. Mindjárt mi visszanézzük. Majd visszanézem a live-omat. Jaj. Igen. Na várj, itt még körülnézek, ott még látok valami villogó cuccot. Igen, érdemes körülnézni, és ezt mind itt hagytam volna. Open up! Ó, mi ez? Mi történik? Do not be alarmed by the system update. It is a prototype of our interdimensional tether. A means for me to pull you back from hell. I'm sorry for the jolt, but I didn't think you'd allow its installation voluntarily. I'm Dr. Samuel Hayden. I have supplies in my office. This way, please. Igen, szóval update-elte a rendszeremet, a ruhám rendszerét, és gyakorlatilag úgy programozott be, mint a robotzsaru első részében, ha emlékeztek, hogy benfentesekre nem lőhetett robotzsaru, meg nem tartóztathatta le őket. Hát itt is valami ilyesmi volt most az előbb. Jó magas vagy, he? 3 méter magas, mennyi? Take whatever supplies you need. Amúgy is ezt tettem volna. Ah, itt vannak a régi elődjeim. Ez vagyok én. The destruction.
destruction of the Argent Tower is devastating. But I am committed to helping you close the portal. All of our work and understanding of their world is derived from the inscriptions on a large stone artifact we pulled from Hell in the earliest days of the program. We call it the Helix Stone. It is our most closely guarded asset. Olivia was obsessed with it. From it, we learned how to manipulate Hell's energy, bend it to our will, take advantage of their resources. It also led us to you. The Helix Stone showed us how to harness the power of the well. I believe it will show you how to shut it down. For years, Olivia has kept the Helix in her private office in the Lazarus Labs, which is only accessible through a secure elevator from the Advanced Research Complex across the chasm. Your affinity for guns is apparent. I'm confident you'll find something useful there as well. The service elevator is at the end of the hall. Szóval ez a Helix kő, ennek a segítségével akarták Oliviával eredetileg a pokol energiáit megzabolázni, és sikerült is. Tehát tulajdonképpen ezeket kutatták, és miközben ezeket keresték, találtak tulajdonképpen a Doomslayerre, aki ugye hát én vagyok jelenleg, Doomslayer. Bizony, és hát Oliviát meg kell állítani. Ja, Doom 1-es referencia. Röf. Referencia. Igen. Szóval akkor mehetünk tovább. Na most itt akkor gyógyuljunk egyet. Igen, mondja Hayden, hogy gyakorlatilag itt valószínűleg új fegyvert is fogunk találni. Mert hogy a fegyver iránti megszállottság az nagyon durván ott van benned. Oscar mondta nekem. Azt a vigyort miután kitöltötte az italt. Olyan vagy, mint egy szarkaoszi, minden csillogó-villogó vacakot felszett. Hát, ami villog, az jau! Szétlövöm. Széttöröm. Nagyon durva. Nagyon durva ez a játék. Ilyen életpirulák. Szana széjjel hevernek. Ah, 21 néző, gyerekek. Hát szuperül vagyunk. Várjál, ez itt le van zárva, de még meg akarom nézni a másik oldalt. Biztos, hogy ott van egy BFG, és most simán ott hagynám. Aha, hát nem BFG, de egy pendrive, az jó. Ah, el tudom már fejleszteni valamit? Nem hiszem. Még fölöslegesen próbálkozok itt most, azt hiszem. Mert ugye azt beszéltük, hogy a dupla csövit azt jó lenne felfejleszteni. Jó, hogy fel van. Akkor mit pofázok én itt? Na jó, oké, ha fel van fejlesztve, hát akkor várjál, akkor izé. 8-as? Igen. Ja, hogy ez itt zárva van. Aha! 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 Egyébként ezek a Helix kövek nem azok, amik ilyen challenge-et adnak? Úgy egyébként, vagy csak hasonlítanak rá? Mennyi meglátjuk. Az Doom 3-ból ismerős. Ujjjjj! Ujjjjj! Energia fal. Na most belenézek akkor is. A pokol ott van a túloldalon, látod?
Mi az okádás? Ja? Szétokadta magát. Na igen, szóval így belenézel, és akkor ott van a pokol. Érdekes, mi? Itt rakoncátlankodott. Na jó, ne kerülgessük a forrókását. Zuzzunk végül is. Azért van ez a stream, hogy zuzcsizzunk, de várj, azért nézzük meg a lehetőségeimet. Hát ezt most elhasználom, miért ne? Come on, bitch! Die! Who is next? Die. Hopp, kifogytam. Ó, ebből is kifogytam. Yeah. Hibátlan győzelem. Gyakorlatilag. Hát igen, elvették a vasvillámat, most már csak ilyen plazma ágyút adtak. Hát muszáj máshogy kegyetlenkedni, kicsit kreatívnak kell lennem. Ez a játék még mindig nem erőszakos. Jaj, most fog jönni a Big Fucking Gun. Igazad van, Oszi, nincs izgatóbb a csonttörésnél. Jó. Kis perverz. Hoppá. Na, és akkor most mehetek tovább? Nekem nagyon gyanús az ott fent. Ha most a Deadfall Adventure-ben lennénk, akkor valami ilyesmit kéne csinálni, nem? Lowering security field, aha. Oké, mehetek. Holy shit. Na gyere csak ide. Gyere csak ide. Gyere. Repkednek még ezek itt? Nem. What? Wood? Wood was dead. Most használhatom ezt is. Aha, két ilyen lövéssel kicsinálom őket. Nézd csak, hogy mi van ott? Semmi. Micsoda félelmetes hang ez? Ott van egy fincsi dolog, oda át kell mászni valahogy, hát is fogok
Figyeljed. Hát fog, úgy átmászok, mint a disznó. Jó. Úgy bizony. Ezt figyeljed. Oda kell bejutni, igen, erre emlékszek. Secret found. Give that shit to me, now. I will break it with my hand. Oh yeah. És akkor most pedig páncélügyi minisztérium. Mat fogunk fejleszteni. Szuper, szuper. Rendben vagyunk, gyerekek. Na van-e itt még titkos hely? Blum blum. Ott lent van valami. Adjad ide fele. Oda kell beugrani. Na várja, hát ez a Dead for Adventures lenne, akkor fos lenne. Az biztos. Oda kell bemászni pedig, igen. Na várja, mindjárt beugrok, mindjárt. Open up! Open your asshole! Ez az. Whee! Most jön a big fucking gun. Téged nem hagylak itt, remélem. Várja, ésszel csináljuk. What the fuck should I do now? Fel kell mászni. És akkor innen pedig... Úgy bizony. Úgy bizony, gyerekek! Úgy bizony. Na és akkor gyakorlatilag... Ma itt van egy ilyen elevátor hívó cucc. Holy fucking hell! Igen, egyébként ebbe az irányba kell jönni. De még megnézem, hogy erre mi található semmi. Júj! Jaj! Júj! Jó, erre is lehet tovább menni. Danger. Na, ha megnézem, hogy itt mi van. BFG Labs. Ez jó jel. Jó, ez itt megvan. Dagadtomi, köszi, hogy bekövettél. Akkor... Itt van egy gyógyulási lehetőség. Oké. Die. Son of a bitch! Ez egy jó fegyó. Hoppá! Na azért. Igen, írja lockdown. Na majd mindjárt meglátjuk, hogy meddig lesz lezárva ez a cucc. A big fucking gun-t azt akarom. I want it. And I want it now. Wormscum bekövetett. Köszönöm szépen. Ez is le van zárva. Minden le van zárva. Aha. Oké. Ilyen sem nagyon láttam. Test fire. Na, próbáljuk meg, hogy mire képes a big fucking gun. Hát, nem volt annyira lenyűgöző. Lópukinnyi volt, de majd, hogyha az én kezemben lesz, akkor lesz igazán brutális.
hogy innen is lehet itt ezt Fire-t nyomni. Én most itt valamit csinálnom kéne. Hát beleállni nem merek, mert bármennyire is tökös vagyok, azért az megártana az egészségemnek. Egy big fucking gun a homloklebenyemnek. The ARC is the birthplace of several breakthrough fields, including BFG development, teleportation research. Igen. Station logged. Sok világító cucc. Hopp, itt van egy test. Magamhoz vettem egy komplet felső testet. Azért ez már nem semmi. Zsebre vágtam, hát végül is elfér a gatymetyemben. És ugyanúgy futok, mint hogyha semmi nem lenne nálam. Én úgy emlékszem, hogy a BFG 9000 az egy nagyon vélet helyen van, szóval, hogy nem lesz majd könnyű megszerezni. De lehet tévedek. Majd kiderül. Itt is ilyen testfire, minden nyomjunk egy testfire-t, hát hogyha másképp néz ki. Persze ez még lehet csak egy ilyen prototípus, hát igen, ez már egy erősebb lövés volt. Na jó. Igen, ez... BUM! Ahogy elengedi. Una, ott van a BF, big fucking gun. Igen, egy kis kaptáros lézerháló. Igen, ez szétvágott volna, mint a kaptárban. Nincs menekvés. Megvan! Ujj! Nem baj. Megvan a big fucking gun, nézzük meg. Fú, egész képernyőt eltakarja szinte. Na, ez már ilyen odabaszós fegyver. És... ez az öbetű. Öbetűre van állítva. Jó, hát ezt majd olyan vészhelyzetben fogom megidézni ezt a fegyvert. Nem kell ide BFG. Barrels of fun. Az emberek menekülnek innen. Egész véletlenül nem most fog jönni a Cyber Demon. Másik, itt van egy oldaljárat, ezt megnézzük, hogy hova vezet. Szerintem titkos helyeket fogunk mindjárt feltérképezni. Azt mondja, hogy megfogta a testét és feldugt. Ja, bocs, ezt itt nem kéne. Jaj, legalább itt elhasználhattál volna egy lőszert. Hát az biztos, hogy
jó lett volna, de... Ja, ezek szerintem csak hasonlítanak azokhoz a Helix kövekhez. Nem. Mert az ilyen újszerű volt. They must become more friendly, daughter. Micsoda? Tehát, hogy a démonok sokkal glory kill barátabbak lesznek. Egy komoly sebzés ellenállás miatt. Van staggered. Ez nem kell nekem, ez hülyeség. Vagy hát nem tudom, szerintem ennek nem sok értelme van. Ezzel most nem húznám az időt engedelmetekkel. De akkor let's go. Ez meg a hetes. Oh yeah! Na jó, ez a gránát, szeretem. Gránát alma. Ez tényleg jó, ez a dupla sörétes. Még ezek a legveszélyesebb ellenfelek egyike. Ezek meg csak ilyen idegesítő ellenfelek. Ezt lehet inkább ezzel kéne. Ezeket még pisztolyol is meg lehet. Ez mi? Ez ilyen teleport. Hú, harc lesz, gyerekek, harc lesz. Gyákák. Valamit nagyon hallok. Azt mondod, zúzzak? Ja, ezt hallom. Aha. Na majd ez egy ilyen full páncél, azt hiszem. Van most páncélunk elég. Vagy ilyen 50 páncél, vagy valami, ez ilyen nagyon nagy páncélt adna, mindegy. Oké, ott van egy ilyen cucc. Oké, na, hát jó van, akkor szerintem zúzzunk, de először még olvasom, hogy miket írkáltok. Meg mennyien vagyunk, 15-en. Jaj, legalább itt elhasznál. Ó, nem írtatok semmit azóta. Hey. Akkor zúzzunk! Az anyád. Fuck.
Jaj, legalább itt elhasználható, amint felolvasom százszor ugyanazt a kommentet. Egészen idáig visszadobott. Hát ezt komolyan kell venni. Ember játékot. Oh shit! Megfeledkeztem róluk. Kitéptem a hátát. Letéptem a hátát. Durva volt. Nem akarsz még egy Need for Speed végigjátszást csinálni? Vagy a Need for Speed 1-et lehet végigviszem. Bármint a eredeti 93-osra gondoltam. De majd meglátjuk. Na jó, akkor zúzcsizzunk. Haha, mit csinálok? Demon presence eliminated. Oh yeah. Disengaged. Ja, igen, rájöttem egyébként. Lockdown.
Igen, szóval, hogy azok a kis zöld cuccok, azok BFG lőszerek ott, azok. Na várj, azokat valahogy fel kéne szedni. És komolyan le van zárva, nem tudok visszamenni. Ó, ekkora kicseszést. Na hát a kombat az nagyon jó. Ennyi titkos hely volt és csak kettőt találtam meg. És a field drone-t már megint ott hagytuk. Jelenei Robika egy újabb kódot dobott be. Csapjatok le rá, gyorsan. Jaj. Szia, Sanyi Go 2, üdvözöllek a streamben. Lazarus, ez lesz a következő pálya. Debster 1989, ez minek a kódja? A játékkód. You'll find the Helix Stone in Olivia's private archival lab deep within this facility. Few have ever seen the stone. But if you came to us for a reason, you might be able to see something in it we haven't. Na, úgyhogy akkor szerintem innen fogjuk folytatni, gyerekek. Én köszönöm szépen a résztvételt a streamben. Hát voltunk azért egy páran. Köszönöm annak, aki feliratkozott, meg annak, aki bekövetett. Most már 272-en vagyunk. Jó lenne elérni az 1000-et. Kíváncsi leszek, hogy sikerül-e. Na, és... hát ennyi volt, úgyhogy folytatása következik. Ugye szombaton lesz a következő rész. És hát most már azért úgy haladunk a játék vége felé. Tehát most már megvan a BFG is. Lesz még egy-két nagy összecsapás, az biztos. Szerintem most már olyan 3-4 pályánál több biztos nem lesz. Na, úgyhogy hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Folytatása következik. Minden jót. Jó éjszakát.